Ennél jobb történetet nem találhatott volna Pista, és fantasztikus érzékeny nyúlt ez a régi történetnek a színpadi változatához. Egy románcot kerestem, tehát mindenképpen egy szerelmes történetet, mert a dalok azt kívántak. Fantasztikus visszahallani ezeket a régi korásslágereket, és fantasztikus interpretálásban, úgyhogy külön gratulálok a színészeknek, nagy feladat, mert nem Balázs Fecós, hanem a saját egyéniségükre oldották meg ezt a feladatot, hisz ez volt a célom. Jó visszahallgatni. Én úgy gondolom, hogy minden, ami az emberről szól, az aktuális mindig. És engem a ember a világban nem érdekel, hanem a világ érdekel az emberben. Ez a darab arról szól ebben a pillanatban, hogy két ember együttműködése milyen akadályokban, milyen gátlásokban, milyen régi szokásjogokban ütközik, ez ma is megvan. Tehát ezt ugyanúgy ma is éli egy falusi srác, aki Pestre kerül, egy elvált asszony, akinek gyereke van. Ezek én azt gondolom, hogy nem nagyon szeretem azt, amikor a napi aszfalthoz van kötve valami. Ez egy magyar-római és Júlia történet gyakorlatilag. A lány, ő nem egy vidéki kislány, ő egy Pesten szocializálódott, eléggé megkeményedett, egyébként meg bűbájos, szerethető asszony, ugye, mert már asszony és gyereke is van, és elvált. Tehát, hogy azért sokkal több mindent megért, mint ez a Vince, a Makra Vince. És ez elég sok bonyodalmat szül, és elég sok konfliktus szül az ő kapcsolatrendszerükben. És hát ez adja az egésznek a pikantériáját, és ez adja a tragédiáját, meg a kilátástalanságát is, miközben meg egy gyönyörű történet. Egyedül neveli az 5 éves kisfiát, a volt férje, politikai fogoly, stb. Tehát egy elég nehéz élethelyzet, körülötte mindenki rossz szemmel néz rá. És aztán jön egy fiatal ember, aki teljesen máshogy kezeli, mint bárki más, és ezáltal aztán teljesen fel is kavarodik ennek a lánynak az élete. Most először írtak nekem egy szerepet, és büszke is vagyok, és örülök is, és hogy annak nagyon örülök, hogy ez mind a József Attila Színházban történt meg, hisz nekem a József Attila Színház a második otthonom. Egyszerűen hihetetlen úgy dolgozni, hogy az embert folyamatosan segítik, és nagyon jó tanácsokat és építő jellegű kritikákat kapok folyamatosan. Olyan csodálatos próba perióduson vagyunk túl, amilyet én még életemben nem éreztem. Olyan színésznőt játszom benne, akik kitelepítenek. Ez nem mondható végjátéknak, de a West Side Story is egy végjáték, és a Man of La Mancha sem, amiket én játszottam. De ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes és elgondolkoztató darab.